Szimbolikus az, hogy éppen a Magyar Kultúra napján emlékezünk meg ennek az intézménynek a 10. éves születésnapjáról, illetve jubileumáról. A Magyarságháza intézményét 2011-ben hozta létre a magyar kormány a diaszpórában élő honfitársak megsegítésére és a közös kapcsolat erősítésére. 2010-ben nem csak egy szimpla kormányváltás történt Magyarországon, hanem egy radikális irányváltás. Ez érzékelhető a nemzetpolitikában is. Az elmúlt években létrehoztunk egy olyan keretrendszert, olyan szimbolikus jogszabályokat, törvényeket, alaptörvényt alkottunk, amelyre építve egy új nemzetpolitikát tudtunk kialakítani, aminek az eredményeit azért folyamatosan láthatjuk, hiszen nincs olyan Kárpát-medencei magyarok által lakott település, amit valamilyen módon levontunk volna be ebbe a nemzetpolitikába. Így van ez a Magyarságháza kulturális intézménnyel is. A nagyobb nemzetpolitikai programokat az ő tevékenységük nélkül igazából nem is tudnánk lebonyolítani, de napi programjaik is szép számmal vannak, főleg így a 10. évforduló kapcsán egy ünnepi programsorozatot fognak végigvinni ez éven, és én azt remélem, hogy az ő tevékenységük nyilván a nemzetpolitikával összefüggve nem csak az elmúlt 10 évben volt sikeres, hanem a következő esztendőkben, évtizedekben is sikeres lesz. A Magyarságháza nagy képeskönyve címet viselő exkluzív kiadvánnyal jelentkezünk, és ugyanekkor elindítunk vándorútjára, amennyire a járvány engedi az ehhez kötődő rendhagyó kiállításunkat. Egy világkörüli turnét szervezünk ennek a kiállításnak, amely majd kulturális programokkal is színesíti az egy-egy kiállítás megnyitót. Szeptember végén, október első napjaiban egy 4 napos fesztivállal emlékezünk az elmúlt 10 évre, amelyen egy színpadon, illetve a 4 napon egyszerre fog szerepelni akár a felvidéki Rómeó Vérzik zenekar, vagy a délvidékről, Horvátországból Ruzsicska Ilona mesemondó, úgyhogy nagyon színesre tervezzük, és természetesen minden Kárpát-medencei régió és minden diaszpora közösséget valamilyen módon megpróbálunk ebbe a 4 napba becsempészni. Bár Csibi Krisztina csak 2014 óta igazgatja az intézményt, elmondta, hogy az elmúlt 10 év nagyon munkás volt. 2020 év végéig több mint 250 ezer látogató volt az élő rendezvényeinken. Most már meg kell különböztetnünk 2020-tól az élő rendezvényeket és az online jelentkezések számát. Illetve ha már itt tartunk, akkor a Covid időszakában sem kellett egy napra sem felfüggeszteni a Magyarságháza működését. Gyakorlatilag minden átmenet nélkül folytattuk a munkát, áttértünk az online térbe, és április elejétől mondhatjuk azt, hogy minden nap új és újabb és újabb videóval jelentkeztünk. Elsősorban a Kárpát-medence magyarságát mutatjuk be ezekkel a kisfilmekkel, és a 300 kisfilmet több mint 10 millióan követték. Úgyhogy én azt hiszem, hogy sikerült a diaszporában is egyre inkább megismertetni a Magyarságházát, a tevékenységeit, és az a célunk, hogy ezt tovább folytassuk, hogy a világ magyarságát tudjuk képviselni. Az elejétől kezdve egy meghatározó célunk, hogy a hagyomány és a modernitás kettősségével jelentkezzünk. Tehát a határon túli magyarság, ahogy éli a mindennapjait a 21. században, ezt mutatjuk be mi, és nem pedig azt, ami 100 évvel, 150 évvel ezelőtt a hagyományos paraszti világban történt, és annak a fennmaradt örökség részét. Tehát, hogy pontosan a modernitás az, ami egy fiatalt most izgat Székelyudvarhelyen, Lendván, vagy éppen Bécsben. Tehát, hogy ezt próbáljuk követni, és a fiatal korosztályt is megcélozni. Az igazgatónő hozzátette, hogy egyfajta kapocsként működnek a diaszpórában és a hazánkban élő magyarok között. A külhoni magyarok sok kérdéssel, kéréssel fordulnak hozzájuk. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak és Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatójának munkakapcsolata nem most kezdődött. Első közös kapocs viszont az köztük, hogy mindketten Tolna megye szülöttei. Annak különösen örülök, hogy a Magyarságháza igazgatójával a munkakapcsolatunk rendkívül jó. Ez talán nem véletlen, hiszen egy olyan néprajzos
hölgy áll az élén ennek az intézménynek, aki a munkássága során mindig is a magyar néprajzzal, a magyar kultúrával foglalkozott. És erről épp a Magyar Kultúra napján tudunk beszélni itt a Magyarság házában. Egyébként ő munkatársam volt már Bonyhádon is, illetve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségébe, és a további években is szeretnék számítani az ő tevékeny munkájára, és gratulálok is az elmúlt évek munkájához. Az interjúban az igazgatónő is kitért szűkebb otthonára. Ezer szállal kötődünk Tolna megyéhez is. Az elmúlt évben a Nemzeti Összetartozás éve sorozatunkban több településsel kötöttünk együttműködési szerződést, és olyan közös produkciókat tudtunk létrehozni, mint például a Bakecs Együttes Bonyhádi fellépése, vagy sorolhatnék több más ilyen emlékműavatást és több rendezvényt, de nem akarok kiemelni egyetlen települést sem. Tehát akik olyan testvértelepülési programmal, vagy bármi külhoni magyarsághoz kötődő programmal megkeresnek bennünket, amelyben mi szívesen részt tudunk vállalni, és a céljainkkal azonos, ővelük eddig is nagyon szívesen működtünk együtt, és ez így lesz 2021-ben is, és tovább is. Csibi Krisztina reméli, hogy a koronavírus járvány ellenére sikerül minden tervüket megvalósítani.